Az éles látás mindenki, így szól a látás hónapjának idei szlogenje. Az országban csak nem 300 üzlethez hasonlóan ez a nyíregyházi optika is csatlakozott az akcióhoz. Ezeken a helyeken díjmentesen ellenőrizhető már meglévő szemüveg, a munkatársak pedig a látásvizsgálatot is ingyenesen elvégzik októberben. Kevés optika lép be ebbe a akcióba, de ahol belépnek, ezt hivatalos formába kell megejteni. Tehát plakát, kitétel, stb. stb. A mi optikánk az százszázalékosan leellenőrzi a látást, megnézi az előző szemüveget, ha van, tehát összehasonlítja, hogy van-e állapotváltozás a jelenlegi dioptria és az előző dioptria között, és innentől kezdve a kedves vevő eldöntheti, hogy valóban, ki akarja cserélni a szemüvegét, vagy nem. Ez nagyon fontos, hogy van egy ilyen lehetőség. Eddig is volt, hogy bejött, hogy nézzük már meg, hogy változott a dioptriája, de valahol az emberek még mindig az SZTK-hoz vannak szokva. Tehát meg kell szokni azt, hogy bármelyik optikába bemegy, ahol van megfelelő szakember, ott meg fogják nézni megfelelő műszerekkel, hogy igenis mire van szüksége. Manapság a leggyakoribb és az egyik leggyorsabban terjedő szemészeti probléma a rövidlátás. Ez világszerte 2,6 milliárd embert érint. Ide haza is egyre többen küzdenek látásromlással. A 2014 és 2019 között vizsgált mintegy 80 ezer lakos felénél találtak problémát. Ráadásul a 23-40 évesek között a rövid látás már háromszor gyakoribb, mint a 60 év felettieknél, amit legtöbbször az okos eszközök és a monitorok túl gyakori használata okoz. A gyerekeket is időben el kell kezdeni, elvinni egy gyerekorvoshoz, ha nincs semmi baj, ez így jó, ha nincs semmi baj. De ha valamit észlel a gyerekszemész, akkor azt mondja, hogy anyuka, szemüvegkel a gyereknek. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy korán kell elkezdeni. Ezen kívül a technika világa megváltoztatta az életünket. Ugye pandémia, nagyon sokan otthonról dolgoztak, számítógépen, és most már vannak olyan lencsék, kékfényszűrős, hidegfényeket megszűrő lencsék, ami tulajdonképpen elősegíti azt, hogy ne fáradjon úgy a szeme, könnyebb legyen egész napot a gép előtt dolgozni. A szakemberek szerint kevesen fordítanak időt és energiát a megelőzésre, pedig aki még nem észlel romlást, annak is másfél-két évente érdemes megvizsgáltatni a látását. Erre irányítja rá a figyelmet az október végéig tartó akció, merő részletesen a látáshónapja.hu weboldalon tájékozódhat a lakosság.